köszöntöm a kedves nézőket. Mai 7 órás vendégünk nem más, mint dr. Szili Katalin. Kezi csókolom. Jó estét kívánok. Katalin, hogy telnek a napjai? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy most nagyon sűrűen, hiszen most nemzetpolitikával foglalkozom akkor, amikor 2009. szeptember 14-én házelnökként elköszöntem a parlamenttől, mármint a házelnöki funkciótól, akkor azt mondtam, hogy bárhova vet az életem, igyekszem mindig a nemzetemet szolgálni. Akkor, amikor 2014 évvégén kaptam azt a felkérést a Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úrtól, hogy esetlegesen vállaljam be a határon túli magyarság jövőjének egy speciális kérdését, az autonómia kérdését, akkor ugyan gondolkodtam, de túl sokat nem kellett rajta gondolkodnom, hiszen visszagondoltam erre a mondatomra, és akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy fel kell hagynom a pártpolitikával, és inkább a magyarság kérdésének, jövőjének kellene még a következő éveimet áldozni. És akkor elvállaltam ezt a feladatot, ami én úgy gondolom, hogy egy olyan kihívás, amiben reményeim szerint nemzeti szinten van egyfajta egyetértés, hiszen elmondhatjuk, hogy már a három kérdésben alakult ki egyetértés. Ez egyrésztről az állampolgárság, másrésztről a választójog, harmadrészt pedig az, hogy azok, akik határon kívül még tömbben élnek, és szeretnének szülőföldjükön maradni, gyarapodni, gyerekeik jövőjét biztosítani, akkor nekik legyen arra lehetőségük, hogy európai körülmények között, nyilvánvaló ebbe azt is értem, hogy az európai értékközösség értékvilágát figyelembe véve, azt, ami máshogy létezik Európában, gondolok itt például Dél-Tirolra vagy a Feröer-szigetekre, hogyha lehet egy közösségnek a szubszidiaritás elve alapján önmaga dönteni a saját sorsáról, akkor tehesse meg egy olyan őshonos közösség, mint amilyen a magyarság, például Székelyföldön. Ha jól értem, akkor semmilyen miniszterelnök helyettes úrnak sikerült ez alatt az idő alatt 800 ezer magyart, történelmi Magyarországról elszármazottak közül honosítani. Vajon szerte a világon, még hogyha ezt tovább folytatjuk, hány százezert olyan tudunk, beleszámítva akár az ön előtt nem ismeretlen a magyar arabokat Egyiptomba, vagy az Izraelben szakadt a történelmi Magyarországról elszármazott hazánk fiait, ahol attól függ, hogy honnét nézzük, de az 56-tól, illetve a II. Világháborútól lassan már a 7. generáció nő föl, hisz ott korán nősülnek, és a családok, a gyerekek száma általában 5-6 vagy akár 8 is. Ha megnézzük Argentínába, vagy Amerikába, vagy azokat a magyar családokat, akik a II. Világháború elől már az Amerikai Egyesült Államokba vándoroltak, és őrzik múltjukat, őrzik a magyarságukat, még akkor is, hogyha esetleg nem tudnak magyarul beszélni, de ismerik a nagy költőket, akár a mostani anyanyelvükön. Vajon van-e remény arra, hogy őket, ha nem is idehozzuk, de legalább egy állampolgárságot magukénak tudhatnak, ami először is biztonságot jelenthet számukra, hisz nem tudni, hogy mit hoz a holnap, és a hovatartozásukat, hisz nem mind a 800 ezer, nem azért honosítjuk őket, mert szavazógépet akarunk, vagy talán mégis azért? Hát azt hiszem, ez egy nagyon fontos kérdés, és ezt a nyilvánosság előtt is szerintem fontos rögzíteni. Szó sincs arról, hogy itt a szavazógépről lenne szó, hiszen önmagában az állampolgárság alapján kérhetik, esetlegesen regisztrálhatnak, ami a szavazást jelenti. Ez nem egy kötelező dolog, viszont mi úgy gondoljuk, hogy az állampolgársághoz úgy, ahogy egyébként egyféle állampolgárság létezik, tehát hogyha valaki magyar állampolgár, akkor bárhol is a világban él, ehhez az állampolgársághoz hozzá kapcsolódik egyfajta állampolgári jog, hát ilyen a választásra való jog, tehát a választási jogosultság. Abban az értelemben, ami a 800 ezer főt jelenti, ezt már meg is haladtuk, hiszen éppen az elmúlt héten volt magyar állandó értekezlet, ahol a miniszterelnök helyettes úr elmondta, hogy
lassan már a 900 ezer fele közelít a honosítottaknak, akik a könnyített honosítás alapján a magyar állampolgárságot megkapták a létszámuk. Én úgy hiszem, hogy van még jelentős tartalék abban, ami a magyar állampolgárságot jelenti, hiszen egyrészt volt egyfajta vállalás is, ami a 2018-ig történő időszakot jelenti elérni az 1 milliós állampolgári létszámot. Nyilván ebben benne vannak nem csak a Kárpát-medencében élő magyarok, hanem azok, akik a diaszpórában élnek. Ők is. Én nagyon remélem, hogy mindenki, aki egyébként szeretné felvenni a magyar állampolgárságot, neki erre lehetősége van. Ezt megteszik a Kárpát-medencében és a diaszpórában is. És az egy jó lehetőség, ahogy szerkesztő úr vagy vezérigazgató úr is említette. Maradjunk a szerkesztőnél. Most ebben a minőségben, igen, hogy ott, ahol már a második, harmadik vagy adott esetben negyedik generációs állampolgárságról vagy magyarságról van szó, ott is legyen lehetőség. És ebben nem csak önmagában az állampolgárság felvételéről kell beszélni, hanem azokról a programokról is, amik hozzásegítik ahhoz ezeket a generációkat, hogy az identitásukat megőrizzék, vagy netán, aki tudja jól, hogy akár a szülei, nagyszülei magyarok voltak, de nyelvtudást szeretné elsajátítani, van ilyen is. Így vannak olyan programjaink, amelyek elősegítik ezeket, például olyan nyári egyetem, ahova magyarul nem beszélő, de magyar tudja, egy riporternek az a feladat, hogy amikor a riportalany beszél, akkor ő már gondolkozzon a következő kérdésen, de őszintének kell lenni a nézőkhöz. Kísértem önt már el olyan külföldi útjára, ahol a vendéglátója arról beszélt, hogy mennyire fontos a diaszpóra. Én emlékszem, amikor ön házelnök volt, és én elkísértem önt a Közel-Keletre, és például a mai izraeli államelnökre Rivlin elnök volt a vendéglátója, aki elmagyarázta önnek, hogy mennyire fontos például Izraelnek, nem csak, hogy a zsidók odajönnek, hanem nem csak egy erős Izraelre, tehát nem csak egy erős Magyarországra, hanem egy erős diaszpórára is szükség van. Tehát tulajdonképpen nem kell nekünk föltalálni a spanyol viaszt, és ezt most azért mondtam el, mert sokan esetleg azt hihetik, hogy önnek nem sikerült, és akkor most átállt, és valami másba kezdett. Ez nem így van. Legyünk őszinték, hisz akkor, amikor ön házelnök volt, akkor is ez a téma nagyon érdekelte. Akkor is foglalkozott az egyiptomi magyarabbakkal. Így van. Akkor is elment a Kineret partjára meglátogatni arab falvakat, akiknek az ősei innét származtak, és folytathatnám tovább. Sőt, említhetném a kazasztáni torgai magyarokat. Tehát van számos ilyen élmény, és azért örülök, hogy szerkesztő úr ezt említette, mert egyrésztről kitérhetek arra is, hogy önmagában a magyarság sors kérdéseivel vagy a foglalkozás az visszanyúlik most már 2003-ra, hiszen akkor jött az az első gondolat, és akkor volt, hogy a Magyar Állandó Értekezlet, mint egy ilyen a magyarság politikai fórum az gyakorlatilag felfüggesztésre került. Akkor gondoltuk azt, hogy a parlamenti diplomácia lehetőségeit is felhasználva hozzuk létre a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát, tehát legyen a parlamenti dimenzióban egy olyan párbeszéd, ami szerintem szükséges. Engem mégis az ember érdekel, ön akkor, amikor házelnök volt, ilyen nagyszabású dolgokról tudott dönteni. Volt sofőrje, volt titkárnője, volt asszisztense, sőt, még erre pénze is volt, és ha nem volt, akkor megoldotta, hogy legyen. Hisz a házelnöknek majdnem mindent lehet kiengedni, beengedni, intézkedni, támogatni. Milyen ma ugyanezt a feladatot ellátni, amit maga szeret, szerényebb körülmények között? Milyenek a mindennapjai? Az a helyzet, szerkesztő úr, hogy én mindig gondoltam arra, hogy egyszer valaha vége lesz, és én nem gondoltam, hogy a házelnökség örökké tart. Igyekeztem megmaradni ugyanolyan embernek, mint amilyen voltam, és lehetőség szerint bármilyen munka van, azt elvégezni. Volt olyan, aki nekem most is azt mondta, hogy hát én, aki egyszer házelnök voltam, most miért mentem el egy alacsonyabb beosztásba ugyanott dolgozni? Hát én azt gondolom, hogy addig, amíg erőm és lehetőségeim
vannak arra, hogy lehet, magyar hogy is... elkötelezett és a népet szolgálja? Én igyekszem azt tenni, és én úgy gondolom, hogy nem a cím a ranga fontos, hanem az, hogy én mit tudok hozzáadott értékként adni ahhoz a nemzethez, amelyiknek magam is az alkotó tagja vagyok. És ha már ön említette nekem Rivlin urat, Rivlin úr nekem egy példakép. Megmondom miért, és önmagában az, amit a zsidóság összetartásban is tesz. Én nagyon szeretném, ha egyszer mi megélnénk azt, hogy az, ami a zsidó világkongresszust jelenti a zsidóság számára, ahol tudnak a diaszporában élők, az Izraelben élők valamennyien tudva azt, hogy egyazon közösséghez tartoznak, úgy összefogni és tenni azért a közösségért, ahogy én azt hiszem, hogy a világban kevesen teszik, ahol nem a széthúzása jellemző, hanem egyazon érték mellett, vagy világ mellett az összetartás jellemző. Főleg akkor, hogyha Isten ments bajban vannak. Így akkor... van, és én nagyon remélem azt, hogy azokkal a lépésekkel, amelyek történtek, akár itt a Kárpát-medencében, akár azzal, hogy ma már nem csak magyar állandó értekezlet van, hanem létezik diaszpora tanácsülés is, hogy Kárpát-medencei magyarság, a diaszporában élők és a választott képviselőik egy asztalhoz le tudnak ülni, és tényleg a magyarság sors kérdéseivel foglalkozni. Én nagyon remélem, hogy egyszer majd eljön az az idő is, ahol mindannyian egy asztalnál ülünk, és próbálunk meg dönteni, nem csak a saját sorsunkról, hogy mi történik ma, hanem mi lesz a gyermekeinkkel, unokáinkkal, hiszen azért arról is gondolkodnunk kell, hogy milyen jövőt biztosítunk. Sokszor úgy elgondolom, hogy a rendszerváltás óta eltelt 26 esztendő. Ez majdnem, hogy mondjam, a háromnegyed része annak, amit az megelőző időszakban, a Kádár érában megéltünk. Ez azért rengeteg idő, és érdemes azért szenvetést tennünk abban is, hogy mit tettünk az elmúlt 26 esztendő alatt. Beváltottuk-e azokat az álmokat, reményeket, amit rendszerváltás idején mi magunk megfogalmaztunk magunknak, ha nem, akkor hol kell korrigálni ezen az úton. És mi a válasz? Mert gondolok, az én válaszom az, és kell még tennünk azért, hogy... Tehát akkor, elégedetlen mi az eredménnyel. Én inkább úgy fogalmaznék, nem vagyok elégedett. Ez azt jelenti számomra, hogy akkor a rendszerváltók és a megelőző időszak politikai elitje megkötötte maga megállapodását, és azt mondta akkor a társadalomnak, hogy ha eljön a több pártrendszer, az biztosítja a demokráciát, ha eljön a piacgazdaság, vagy megteremtjük, akkor az elhozza a jólétet, és önmagában az Európa az elhozza a szabadságot. És hát azért látnunk kell azt, hogy Európa értékvilága az most olyan, amilyen, hiszen önmagában Európának is újra kell fogalmaznia önmagát, a közösségi szolidaritás nem ártana, így van. Látjuk, hogy vannak azért problémáink azzal is, hogy a piacgazdaság az nem egyértelműen jelent mindenki számára jólétet. Én azt gondolom, hogy ebben közösen kell dolgoznunk, és nem mindig az a jó magatartás, hogyha valaki akár ellenzékből mindenre nemet mond arra, amit a kormány másként gondol, és számomra a demokrácia az, hogy tiszteljük egymást. Akkor ez pedig nagyon jó lett volna végszónak, de mondja meg nekem, kivel tud együtt dolgozni? Együtt tud dolgozni az ellenzékkel? Én abban a kérdésben, ami a saját portfóliómat, én nem foglalkozom pártpolitikával, nyilván a véleményem megvan. Én azon igyekszem dolgozni, hogy azért legyen egy, kettő, három, négy olyan kérdése ennek a társadalomnak, amiben tud egy irányba húzni. Milyen sok sikert és erőt kívánunk. Köszönöm az szépen. Elmúlt percekben Szili Katalin volt műsorunk vendége, dr. Szili Katalin, aki a Magyarországgyűlés elnöke volt, aki ma már nem pártpolitikával, hanem pártokon felül a hazai és a külföldre szakadt hazánk fiaival foglalkozik, azért, hogy a magyar társadalom másképp nézzen ki. Köszönöm, hogy minket választottak, visszavárjuk Önöket. Kezdjük csokolom. Köszönöm szépen én is.